Sport kategóriában is megvan a három prima jelölt, a Primissima díjra, közülük Kulcsár-győző párbajtőrözőt és Magyar Zoltán tornászt már vendégül láttuk a kandidálás kapcsán. A trió harmadik kiválósága, a nyolcszoros világbajnok jelölt, kétszer elődöntő sakkozó, sakkolimpiai aranyérmes, nemzetközi nagymester Portis Lajos, a nemzet sportolója, nem mellesleg kitűnő hangú operaénekes, most őt köszöntöm nálunk. Szervusz, jó reggelt kívánok! Lajos, hogyha csak nem fogom végig sorolni, csak annyi, hogy Magyar Köztársaság érdemrend középkereszt, nemzet sportolója, 13. kerület díszpolgára, folytathatnám, de hogy ehhez képest mennyire prima ez a Primissima? Hát ez óriási dolog egyáltalán, hogy az ember bekerül egy ilyen három részevés csoportba, és külön megtiszteltetés, hogy két ilyen neveket elmondtad kiváló sportoló társaságában lesz a megmérettetés. Én azt szoktam mondani, hogy akármelyikünk győz is, megérdemli, és nem lesz könnyű a választás. Most mennyire ismered egyébként a társakat, nem is riválisan hát, mondanám őket. Kulcsár-győzővel többször együtt ültünk mindenben sportolójól. Magyar Zoltánnal is többször találkoztam. Szegény egyszer azt mondta nekem, hogy nem akarok itt pletykálkodni, de mondta, hogy minden porcikája fáj, nem is csodálkozom, nekem az agyam fáj, meg a szemem, meg minden. Szóval egy ilyen hosszú sportpályafutás. Győzőnek meg mindenhol szúr, nem? Igen, ilyen hosszú sportpályafutás után az embert mindenféle irritáció éri. Hogyan fogadtad a jelölést? Meg egyáltalán te is, magad, meg a környezeted? Hát természetesen nagyon örültünk neki, az óriási megtiszteltetéssel, mondhatnám, hogy ez méltó befejezése versenypályafutásomnak. Befejezése? Hát tulajdonképpen, hát már befejeztem réges-rég, hát most csak a sakkot nagyon nehéz abba hagyni, hát mindig kap az ember egy meghívást, és akkor nehéz ellenállni mondjuk egy kedvező meghívásoknak, aztán végén azt mondom, hogy mi a csodának. Azt meg tudnád egyébként mondani pontosan, hogy ilyen értelemben a valódi versenypályafutásod az mikor fejeződött be? Hát, mert a sakkozás nem fejeződött be. Szerintem 10 évvel előtt már befejeződött, De még korábban is, tehát akkor attól már csak egyre romlottak az eredmények, tehát nem volt értem, még a szenior versenyeken is, hát jó, beutatókon, meg hát a nyilvánvaló szimultánokon, meg hát esetleg még egy-egy partit le tudok játszani, de hát hosszú versenyt, ami már bebizonyosodott, már nem. Manapság sakkozol, vagy énekelsz többet? Hát is, mind a kettőt, szóval tulajdonképpen az életem be van töltve kellemes elfoglaltsággal, tehát nem unatkozom. Hogyan néz ki egyébként egy átlagos napod, ilyen szempontból is, meg egyébként? Hát most jöttem haza Szentpéterváról, ahol mondjuk éppenséggel pont nem kell volna részt vennem egy ilyen hatalmas nagy rendezvényen, de mivel ez a Csigorin emlékverseny volt, és mint egy sakvilágnak egy olyan élő legendáját üdvözöltek a független szerepléstől, hát most még pihenek egyelőre, de jövő héten van egy koncertem, arra meg készülnöm kell. A sakkos kicsit háttérbe szorul, mert befejeztem ezt a versenyt, ahol mondom, nem kellett volna elmennem. De miért? Utolsó partit már nem is játszottam le, kértem, hogy egy nyílt versenyen, hogy ne párosítsanak, hogy elmélyessek megnézni a várost, független az eredménytől, mert úgy jöttek a szervezők, hogy ha játszom, akkor még a veterán díjat megnyerhetem. Hát őszintén szólva, amikor életemben az első veterán díjat megnyertem, akkor nem is akartam átvenni, mert annyira szégyeltem, hogy én már veterán vagyok. De mondjuk nézve a sportolók, vagy legalábbis én saját magam többször is elmondtam már, be kell vallanom, hogy bizonyos mértékig hiú vagyok, az, és jobb, hogyha nem emlegetik a koromat, úgyhogy meg egyebekre is, de szóval úgyhogy, de hát ez, mindenki a pódiumon van egy bizonyos értelemben, azt hiszem tele van emberi gyengeségekkel. Tehát akkor Szentpéterváron azt mondtad egy bizonyos pillanatban, hogy köszönöm szépen, inkább az Ermitázs, mint így a saktábla. Így van, igen, városnézés tökéletes, így van. A nagy francia író Marcel Proust úgy tartotta, hogy az ember végül is mindig annál köt ki, amit a második legjobban csinál az életben. Ha egy kicsit gondolkodunk rajtad, vagy gondolkozom magadon, akkor az esetedben lehet ebben valami? Most arra gondolok, hogyha azt mondtad volna a pályafutásod elején, hogy te egy a világ legnagyobb opera énekese leszel, akkor az lehetél volna? Hát vicceltem, sokszor azt mondtam, hogyha nem ezt a butasakkodást választom, akkor vagy a Metropolitanben, vagy az Alegerszegedi kórusban énekelnék. Tehát mondjuk két véglet. Jó, persze túlzás, nagyon. De hát, hogy mondjam, nekem csodálatos életem volt. Tényleg csak hálát adok Istennek, hogy ilyen két tehetséggel áldott meg. És mivel hát én későn kezdtem el énekelni, a hangom még mindig töretlen, legalábbis a könyvspoldizsára, a jelenlegi énektanárom azt mondja, hogy még mindig fiatalos a hangom, mert ugye nincs túlterhelve,
és hát még most is énekelek, koncerteket tartok, és még néha nézem, még a saktáblát is meg tudom, figurákat is meg tudom még fogni. De akkor neked ilyen szempontból a hiúságodnak nagyon jót tesz ez az éneklés, meg ez a késleltetett éneklés kezdés, hiszen ha egyik helyen már azt mondanák esetleg rá, hogy veterán versenyző vagy, akkor a másik helyen megkapod azt, hogy fiatalos a hangod, nem? Igen, de viszont szegény első felesége mindig azt mondta, hogy hát már több mint 10 éve meghalt, hogy Lajos, csak azért énekelhetsz, mert azt remélik a közönség, hogy sakkozni is fogsz velük. Mondjuk, tehát asszonyoknak van egy bizonyos fokú humora. Lajos, ugye te egy szorgalmas ember vagy, munkapárti vagy, mindig is nagyon sokat gyakoroltál. Melyik a nehezebb, vagy a keményebb dió gyakorlásba, az éneklés, vagy a sakkozásra készülni? Hát csak is a sakk, hát a sakkozásra egyrészt hosszabb ideig tart a készülés. Az éneklés az meg szórakoztató, tehát mondjuk... Mert a sakk is az, nem? Hát van, akiket még szórakoztat engem, már kevésbé őszintén szólva, és ez a rengeteg komputer információ különben is az embert halálosan idegesíti, legalábbis az én korosztályomat, fiatalok. Most is láttam ott az oroszok, 15 meg 20 éves gyerekek mini komputerekkel állandóan szaladgálnak a szállodában, minden sarokba leülnek és nyomogatják a gombokat. Hát nekem nem is volt nálam komputer, meg nem is nagyon érdekelt, hogy belenézek őszintén szólva. Ja, tehát téged ezzel már, ezekkel a kunsztokkal hát ne próbáljam. Hát kénytelen vagyok, ha a információkat miatt megnézni egyáltalán, de hát mondom, hát engem a sakkversenyzés meg az eredmények nem érdekelnek annyira már, szóval, hogy mondjuk ezzel törjem magamat. Akkor az éneklésről még egy-két szót. Most mire készülsz? Mert hogy említetted, hogy fellépés lesz. Jövő héten lesz egy a Rátkai klubban, legalább egy kis jó reklám. Egy úgynevezett magyar ária és dalestem a magyar operák és főleg Erke operák és a magyar operett világából. Milyen gyakoriak egyébként most, meg a közeljövőben a fellépéseid? Hát nem hiszem, hogy ebben az évben még, ha csak nem Karácsony táján lesz esetleg valami, mert nem olyan régen volt Somogy megyében egy egyházzenei hangversenyem, és a nyáron itt volt a Pozsonyi Pikniken egy szereplésem, ugye 13. kerületben lakom, hát itt van ez a stúdió is, és hát meg ahogy mondtad, diszpolgárnak is választottak, tehát azért sok, meg hát születésnapom is volt, nem mondjuk meg hányadik, már úgyis mindenki tudja, na mindegy. És, igen, voltál itt is, megköszöntöttük. Ja, megbeszéljük, hogy megbeszéltük. Nem, most tartom magam, mert akkor kénytelen voltam, most már rúgni. Ja, szóval ennyi. Most az opera éneklésben, meg egyáltalán az éneklésben, ha már ott még junior korban vagy, hogy így mondjam. Köszönöm, ott van olyan álomszerep, meghódítandó csúcs feladat, amit még nagyon szeretnél? Na jó, hát én nem szerepekben gondolkodtam sohasem, opera szerepeket soha nem tanultam meg teljesen, csak minden azokból kedvenc operáimból, amelyekből úgy gondoltam, hogy mondjuk lehetett volna valami szerepem, megtanultam egy-egy áriát tulajdonképpen, tehát szerepekben soha nem gondolkodtam. Tehát dalirodalomban mondjuk még rengeteg tanulnivalom lehetne, de hát most, hogy ott voltam az oroszoknál, újra gyűjtöttem ugye információkat, mert itt Magyarországon is tartottam már több orosz, úgynevezett románc és ária estet, és hát nagyon szépek az orosz románcok is, tehát azért van még mit tanulni, még mindig. Visszaugorva a sakra is erre a bizonyos szorgalomra, amire azt mondtad, hogy hát sokkal nehezebb a sakk esetében, mint az éneklés, nem, hogy az éneklés az tömény élvezet. Annak idején, amikor a legsűrűjébe voltál benne csúcsversenyzőként, akkor hogy nézett ki a napi rutinod? Hát a napi rutinom úgy kezdődött, hogy elmentem az úszodába először, és nagyon rendesek voltak az úszók és a vízilabdások, mert 10 és 11 között a kombinációban mindig volt egy órám, amikor ott úszhattam, és csak aztán megrettentem, amikor azt mondta a híres magyar edző, most mindegy a nevét nem mondjuk, bár mindenki tudja, hogy kiről beszélünk, hogy a Danyi Tamásról 10 000 adat van betáplálva neki a számítógépe, és néztem el, csodálkozza. Hát mondom, te jó Isten, hát az úszóról 10 000 adatot kell mondjuk megjegyezni, akkor mi van egy sakkozóról. Na, a lényeg az, hogy de akkor utána pedig sakkoztam napi 5-6 órát. Már egyszer, amikor találkoztam Bobby Fischerrel, akkor ő megkérdezte tőlem viccesen, hogy hány órát sakkozol, igaz, hogy 8 órát sakkozol naponta. Mondom, az lehetetlenség, van amikor, hogy ez így van, de különben is miért kérdezed, rólad is köztudott, hogy te is 8 órát sakkozol naponta. A válasz az volt, igen, de rólam azt gondolják, hogy én bolond vagyok. Rólad meg soha nem gondolta senki. Hát, ezt. Dehogy is nem, de mindegy. Na, én nem gondolom semmiképpen. Köszönöm. És hát akkor szorítunk, hajrá, prima primissimában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.